Dániel könyve, ötödik rész. Bélsatszar lakomája. Bélsatszar király nagy lakomát rendezett ezer főrangú emberének, és az ezer emberrel együtt itta a bort. A borhatására hatására megparancsolta Bélsatszar, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüstedényeket, amelyeket apja Nebukadnezzar hozott el a Jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az istenházából hoztak el, és a király azokból ivott, főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz újjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országomban. Akkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Bélsadszar király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Amikor azonban az anyakirálynő meghallotta, mint tanakodnak a király és főemberei, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké éj, ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcot se legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan a bölcsessége akár az isteneké. Apád ne bukad, ne király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a jövendőmondók előjárójává tette. Igen, a te apád, ó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt ekkor a király elé vezették. A király így szól Dánielhez. Te vagy az a Dániel, a zsidó foglyok egyike, akit apám a király hozott ide Júdából? Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rangszerint harmadik leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat ad másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó, király! A felséges Isten királyi uralmat, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott apádnak, ne szarnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remektek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vacca között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ülteti trónra, akit akar. De te, Bélsaccar, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad, a menny ura fölé helyezted magad, mert az őházának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik: mené, mené tekél, úparszín. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor bérsadszar parancsára, Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Bélsatszart, a káldeusok királyát.